Hát ez nagyon szexi. Sziasztok! Szóval, nem tudom, hogy kinek volt ez a videó az eredeti ötlete, de láttam hasonlókat, és nagyon megtetszett, hogyha van valami eredeti szerzője, akkor szóljatok nekem, és adok neki kreditet. De igazából én csak hasonló videókat láttam, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy kipróbáljak ilyen esztetik kinézeteket, mert nem tudom, hogy ki mennyire van ezekkel képben, de vannak ilyenek, és például én Pinteresten kerestem rá pára, vagy hogy egyáltalán milyenek léteznek, és mi az, ami nekem tetszik, vagy úgy érdekes lenne. Szóval ebben a videóban négyet próbáltam ki, és négy kinézetben is töltöttem el egy egész napot. Ez egyébként 6-ról indult, de aztán leredukáltam 4-re, mert szerintem nagyon hosszú lenne 6-tal, de hogyha szeretnétek még belőle több részt, akkor csinálok. Szóval szerintem nagyon fun lett, és lássuk is, hogy telt ez a pár napom. Na jó reggelt, itt vagyunk az első nap, és a mai esztetik az vintage lesz, ami szerintem egész közel áll az én alapstílusomhoz, úgyhogy gondoltam, hogy egy ilyen laza kezdéssel indítsuk ezt a kihívást. Először sminkelni fogok, és nem gondoltam, hogy ehhez az esztetikhez nagyon kell sminkelni, szóval egy ilyen tök alaptermészetes sminket fogok csinálni. Amire gondoltam az, hogy talán a szemüveg jobban illene az összképhez, úgyhogy most nem raktam be kontaktlencsémet, szóval nem annyira látok, így vicces lesz. És aztán pedig áttérünk majd a ruhákra, és a hajamra, hogy mit csináljak ezzel. Mert ugye még eléggé rózsaszín, de megvan legalább most már, szóval ez tök jó, na mindegy. Na, szóval el is készültem a sminkel, tényleg nem vittem túlzásba, és remélem, hogy jó, mert nem látok. A szememre csak egy kis színt raktam, ugyanabból a pirosítóból, mint amit pirosítónak is használtam, szempillaspirál, és nagyjából ennyi. Úgyhogy most térjünk át akkor az outfitre. Az outfit terén két felsőn dilemmáztam, hogy melyik legyen. Ez az ing, ami szerintem így a legvintage-ebb dolgom, amim van, vagyis legalábbis leginkább olyan kinézetű. És ez a pulcsi, ami pedig már szerintem 2016 óta megvan, és nagyon jó szolgálatot tesz, és ez is egy van grünzel párosítva, nagyon-nagyon jól néz ki. Megmondom őszintén, hogy szerintem az én egy kicsit vintage-esebb, de valahogy így az összképhez nekem nem illett, ahogy így a fejemben összeraktam, meg a hangulatom sem nagyon olyan, és szerintem túl színes ahhoz, hogy most ezt a rózsaszín hajammal felvegyem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor legyen a pulcsi, alá veszek egy pólót, és ugye akkor a mom jeans. Szerintem már egyébként ez a pól is elég illik a témához, de ami a titok lesz itt, az az, hogy ezt valahogy bele kell tűrnem a nadrágba. Ja, úgyhogy hajrá! Ja, valahogy így. Szóval az outfithez még vettem egy jó kis gyapjúzoknit. Ez szerintem tök jól illik, és ezzel a kamerámmal fogom felvenni, ami egyébként tök új, de nagyon tetszik nekem ez a retro 70-es csak, azt hiszem az a neve. A hajammal csak annyit terveztem, hogy két hullámcsattal eltűzöm így oldalt. Így lazán. És kész is vagyunk. Sziasztok, itt vagyok egy újabb napon, és ennek a napnak az esztetikje az úgynevezett Insta Baddy lesz. Ez szerintem érdekes lesz, és sokkal inkább kimozdulás a komfortzónámból, mint az előző napi. Úgyhogy el is kezdek sminkelni, mert úgy érzem, hogy ennek a kinézetnek a smink lesz nagyon a lényege. Egy nagyon erős sminket fogok csinálni magamnak. És még tegnap este, vagy így a nap végén szerettem volna egy kicsit így reflektálni arra, hogy milyen volt az előző napom, de
sajnos kicsit betegnek éreztem magam, úgyhogy csak feküdni tudtam, nagyon fájt a fejem. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy mindig majd másnap így elkészül, és közben mondom el a véleményemet. Vlogolni nem nagyon szerettem volna napközben róla, mert nem éreztem pontosnak, de ahogy mondtam, a vintage stílus ez amúgy is közel áll hozzám, szóval nem volt egyáltalán furcsa, és nagyon kényelmes volt ez a szett. Szóval igazából ennyit tudok róla elmondani. Szóval igen, ez most egy kicsit erősebb smink lesz, úgyhogy kezdjük is. Kamerában még durvább, Jézusom. Amúgy nem annyira para, mint ahogy ott látszik. Vagy igen? Nem, amúgy nem. Kezdem szörnyen érezni magam, hogy ma így fogok kinézni. A szemöldökömet se szoktam soha megrajzolni, de most megfogom. És ha nem tévedek, akkor jön a szem, ami jó erős lesz. Szóval megcsináltam a szememet úgy nagyjából kamerán kívül, mert így jobban tudtam koncentrálni. És szerintem amúgy egész jó lett. Ami fontos, amit úgy láttam, hogy fontos, az egy jó highlighter. És jöhet a ruha és a haj. Szóval, mivel az Insta Bediknek az outfitjei általában légkihívóak, viszont még tél van, ezért arra gondoltam, hogy felveszek egy olyan haspólót, ami legalább hosszújú, és egy miniszoknyát, alatta persze egy harisnyával, és ezt a cipőt fogom még felvenni, mert nagyon jellemző az ilyen bumszli cipő. Úgyhogy ez nagyon király lesz, egyébként tetszik, nagyon jól néz ki szerintem ez az összeállítás. És felraktam pár láncot, és fülbevalót is. Még megmutatom, hogy milyen kabátot fogok hozzá felvenni, ez jó lesz. Elég király, nem? Na. Most pedig még megcsinálom a hajamat, amit ki fogok vasalni, és csak így kiengedve lesz. Most ma reggel valamiért nagyon sötét van, úgyhogy ezért ilyen mások a fények. Úgyhogy el is kezdem a mai smink megalapozását a kinézethez, ami soft curl lesz. És el is mondom, hogy mi volt a tapasztalatom az Insta Baddie look-kal. Fura volt. Sose öltöznék fel szerintem így, nem azért, mert hogy bármi bajom lenne vele, csak egyszerűen annyira nem illik hozzám. Azt szoktam meg, hogyha mondjuk egy rövid szoknyát veszek fel, akkor hoz egy pólót, vagy egy feszülős pólót, akkor egy hosszú nadrágot, vagy kevesebb sminket, szóval ez így egyszerre, így a haj, smink, ruha, ez nekem nagyon sok volt. De igazából csak ezért feszengtem, mert a suliban a barátom azt mondták, hogy tök jól nézek ki, szóval semmi baj nincsen vele. Csak egyszerűen nagyon szokatlan volt, és azt is éreztem, hogy többen megbámulnak, egyébként jogosan, mivel hogy tél van, és vagyis hát tél volt, most már március van, és egy miniszoknyában mászkáltam össze-vissza, meg a nagy bundámban. Talán a legfontosabb része a soft curl kinézetnek a pirosító lesz, amit mostanában amúgy is kicsit máshogy szoktam csinálni, mint korábban, régebben mindig ugye itt pirosítottam, most pedig rászoktam arra, hogy itt még az orromon is, és most ezt fogjuk még erősebben megcsinálni, mert én kis kipirult kislányos kinézetet szeretnénk elérni. Szeretnék. Ilyen a szemöldök, ami ma is megrajzolok, úgy mint a múltkor, az jó volt. Na, azt tetszett. Azt tettem észre, hogy a soft girl sminkeknél a szemöldök az általában megvan rajzolva egy nagyon szépre, és a szem pedig lesz valamilyen rózsaszínes árnyalatú dolog. Ugyanezt a színt, mint amivel pirosítottam, rakom a szememre egy ilyen alapnak. Ezt a színt fogom használni most.
ezt. Van egy ilyen kicsit ilyen hologramos szemzúzom, ezt rakom mondjuk a szemzúba. És amúgy nekem itt tetszik, semmi extra nem túl sok, de tök jó. Még hozzáadok egy kis valamivel kiemelem a vízvonalamat, vagy hívják ezt azt. Na, szerintem egész jó lett, nem? De. Ez jó lesz az egyik kedvencem, egy ilyen rózsaszínes, átlátszós szájfény, szerintem pont jó lesz. Nagyon jó. Akkor térjünk is rá a ruhára és a hajamra, ami még nagyon jó lesz. Jó. Szóval kezdjük is a hajammal, ha már itt ülök, most megfésülkedtem. Elég régóta nem mostam hajat, úgyhogy ez nem is baj, mert a mai haj stílus az pont összefogott lesz. De befújom egy kis száraz samponnal azért. Jó, szóval vettem a DM-ben ilyen kis színes hajgumikat, és mostanában szoktam úgy megcsinálni a hajamat, hogy középen van elválasztva, és ilyen két szobba, de nem két teljes szobba, hanem két csak ilyen félig felfogott szobba. Úgyhogy most ezt fogom csinálni ezekkel. Valahogy így. Ez azért aranyos szerintem. Ugye? Igen. Nagyon még megigazgatom, de térjünk is át a ruhára. Szóval a mai szert mindenképp ilyen kényelmes, na szóval ilyen kényelmes kinézetűre terveztem a mai szettet, mert azt lehetem észre, hogy már hogyha valaki soft curl, aki ilyen puha dolgokban van, és még sose voltam ezt így, de arra gondoltam, hogy felveszek egy pulcsit rajta egy pólóval, és amikor ezt kitaláltam, és rájöttem, hogy a pólónak ugyanannak a színei, mint a hajgumiknak, amiket vettem, akkor így összeállt a kép, és ezért ez így szerintem nagyon király, és hozzávettem egy rózsaszín nadrágot, amit őszintén szóval már nem hordtam ezer éve. Konkrétan már elraktam azok közé, a cuccaim közé, amiket már nem hordok, és nem kellenek, de most kellett. Na, jó reggelt! Van a negyedik nap, és az a helyzet, hogy a mai napra egy olyan esztetiket találtam ki, ami annyira nem, bár lehet, hogy szerintem azért sok helyen előfordul, de egy konkrétan, amikor rákerestem Pinteresten, akkor nem feltétlenül adott ki olyan találatokat, mint mondjuk az előzőekre. Ez pedig nem más, mint az ilyen unisex minimal, szóval olyan... lehet, hogy csak én neveztem el, így lehet, hogy van rá valami másik név, és csak ezért nem adott ki több találatot, mert hogy gondolkodtam így, ez jutott az eszembe, hogy egyébként ez nagyon király, és sok ember, akit követek, vagy már rengeteg embernél láttam, tulajdonképpen olyan stílus, ami nem kifejezetten nőies, nem kifejezetten férfias, jól áll mindkét nemnek, és nagyon egyszerű ráadásul, tehát ilyen egyszerű színek, fekete-fehér, bézs, meg ilyen földszínek mondjuk, bármi ilyesmi, nem mindegy, nem szeretném túlmagyarázni, szóval nem tudjátok, hogy mire gondolok. Úgyhogy a mai kinézet az ilyesmi lesz, és a smink terén szerintem nagyon minimálisat fogok csak csinálni most, tehát tényleg a legkevesebbet az egész összes közül. Úgyhogy most talán valamilyen, hogy szép legyen a bőröm, ilyen alapozódást járok, de ennyi. És akkor beszéljünk az előző napról, ugye mi soft girl volt. Szóval ezt a soft girl-t jól gondoltam, tényleg közel éreztem magamhoz, és tényleg elég soft volt, szóval nagyon kényelmes voltam egész nap. Éreztem, hogy jól nézek ki, és nem voltam túl sok sem, szóval, és nem is bámultak meg az emberek, úgyhogy nagyon-nagyon elvesztem. Jó, és akkor a szememre is csak egy minimális
kiemelést teszek ebből a színből, csak egy picikét. Ez nem lesz picike, de nem baj. De mondjuk szempilláspirált szerintem azt most nem fogok rakni, hogy ilyen természetesebb legyek. Lefixálom. Jó, és jöhet a ruha, amit még nem próbáltam fel így külön, szóval remélem, hogy jól néz ki. Na, szóval az van, hogy ezt az inget vettem fel, aminek ilyen bő ujja van, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy így néz ki. Össze is lehet egyébként gombolni, de most kiengedve hagyom. És ezen a nadrággal vettem fel, ami azért kifejezetten unisex, mert egyenesen férfi nadrág és tyúkáltam, szóval nem tudom, hogy miért jó rám, de tök jól áll, szerintem legalábbis, és... Ja, és arra gondoltam, hogy erre felveszek egy blazert, amivel nagyon királyul nézett ki, meg is mutatom. Szóval kihúzogattam így az ujja végeit, felhajtottam magát a blazernek az ujját, és így fest. Kifejezetten elegáns, egyébként nekem nagyon tetszik, és amit még felveszek hozzá, az ez a pár csizma, amit múlt héten loptam Hédítől, mármint, hogy neki már nem kellett, nekem meg nagyon tetszik, szóval lenyúltam, és... ezt veszem fel a nadrággal, úgyhogy lássuk is a teljes szettet. Szóval igaz, hogy ez csak 4 volt, de így is elég elfáradtam benne, és azért nem sminkeltem már most meg, hajat sem mostam, mert egyszerűen ki vagyok fáradva, most egy ideig nem akarok csavit csinálni magammal. De még el szeretném mondani az utolsó kinézetről a véleményem, nagyon tetszett nekem. Én alapvetően nem szoktam ennyire uniszexen öltözködni, de kicsit fiúsan szoktam szerintem. És többen is mondták, hogy ez milyen elegáns, vagy hát úgy elegáns, hogy ilyen mindenhez illik, mindenhogy jól néz ki, és igazából igazuk volt. Elég belesznek éreztem magam ezzel a kinézettel, esztetikkel. Egyébként fárasztó volt, élveztem, úgyhogy szívesen csináltam még egy ilyen részt. Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik tetszett a legjobban, mi az, amit máshogy csináltatok volna, és hogy milyen olyan esztetikek vannak még, amiket szerintetek próbáljak ki. Várom az ötleteket, bár nekem is vannak ötleteim, de azért kíváncsi vagyok a tieitekre is, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!